Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Mikor jön az igazi nagy szerelem? Így hívom ezt a jóslást. Ez a videó egy személyi jóslás Lisiana részére. Kedves Lisiana, ez a te videód. A kérdés az, mikor jön a nagy szerelem. Most visszapillantunk a múltadba. Először megnézzük a gyermekkori élményeket, emlékeket, mert ez befolyásolja az életünket. Erre utal ez a kártya. Itt valaki közeledik hozzád, és te hallgatod, hogy mit mond. Természetesen most ezt át kell, hogy vetjük a gyermekkorodra. És ez annyit jelent, hogy te mindig figyelmesen hallgattad azt, amit a felnőttek mondtak neked. Lehet az is, hogy nem volt szabad kimondani a véleményedet. A második kérdés kapcsolódik a múltadra, de most elhagyjuk a gyermekkori emlékeket, és megnézzük, hogy milyen kapcsolataid voltak a múltadban. Itt te vagy a királynő, és ez értékes, tehát legyél magabiztos. Van egy férfi az életedben, és ez összeáll a múltaddal, aki tudja azt, hogy milyen értékeid vannak. Az is lehet, hogy ő nem mer újra közeledni hozzád, mert ő feltekint rád, mint egy istennőre, mint egy királynőre. Maradunk még a múltnál, és bepillantunk abba az időbe, amit már átéltél korábban. Tehát visszatekintünk az elmúlt életedre, ezt úgy nevezzük, hogy kárma, és ott van mindig valami, amiből kell, hogy tanuljunk. Milyen kármikus emlékeid vannak, vagy mi az, amit tanulnod kell ebben az életben. Ez a kép mutat egy családi környezetet, vagy barátokat, úgy látszik, hogy itt mindenki boldog. Viszont ez a 9-es szám azt mutatja, hogy itt bekötve érzi magát az ember. Ez olyan, mint egy kerítés, nem megy tovább. Ez arra utal, hogy kifele úgy kell, hogy tegyél, hogy minden rendben van körülötted, viszont belül szorongásba érzed magad. Ezek a kármikus emlékek, és itt az kell, hogy pontosan azt kimondd, amit gondolsz, és mutasd azt, amit érzed. Ez összeáll a gyermekkori emlékekkel is. Mi a gondolatod a párkapcsolat irányában? Hiszel benne, vagy ezt felmondtad, és gondolod, hogy egyedül boldogabb vagy. Ezt mutatja ez a kép. Minden a feje tetejére állt. Az lehet, hogy megvan a vágyad a párkapcsolatra, szeretnél ebben élni, viszont vannak olyan pillanatok, vagy olyan napjaid, amikor arra gondolsz, ah, ez nem jó nekem, mert akkor minden a feje tetejére áll. És te szeretnél biztonságban élni. A te nagy szerelmed, mi van vele, ki ő? Ő fogságban érzi magát, mert még van egy pár kapcsolata, és abból ki akar szabadulni. Vannak félelmei is. A következő kérdés az lenne, miért vagy egyedül? Ez a király mutatja azt, hogy te nem vagy egyedül,
mert megvan a szerelem királya itt, ő átnyújtja neked ezt a kelyhet, és ez a pokál a kezében a víz elemét szimbolizálja. És ez annyit jelent, az érzelmeket. Tehát van egy férfi a jelen pillanatban, aki szeret téged, közeledni szeretne hozzád, de neki van még egy párkapcsolata, fogva tartja magát, nem csak ez a párkapcsolat, hanem a félelmei is. Tehát időre van szüksége, amíg ő nyitott lesz, és beszél az érzelmeiről. Mit tehetsz? Milyen lépéseket tegyél az irányában, ezt mutatja ez a kutya. A kutya szimbolizálja a hűséget. Tehát ez a férfi hűséges. És mutat barátságot. Közeledj barátilag hozzá. És hova vezet, vagy mi történik a közeljövőben, ezt Amor mutatja. És ki ez az Amor? Ez Vénusznak, meg Mars bolygónak a gyermeke, és szimbolizálja a szerelmet. Ti beleszerettek egymásba. Érezd ezt az érzést, menj a magad útján, ő követni fog téged. Ebben biztos lehetsz. És a jövőtöket ez a fő papnő mutatja, és írásba adja, mert ez a szerelem be van írva a sors könyvébe. Most felteszem a kérdést. Ez a férfi a környezetedben. Ez most egy ilyen baráti közeledés. Szeret ő téged? Igen, nem, vagy egy kicsit? Amennyiben az inga jobb oldalra mozdul ki, az azt jelenti, igen, ő szeret téged. Ha az inga bal oldalra mozdul ki, azt jelenti, nem, ő nem szeret téged. És ha az inga megáll, akkor ő sem tudja, hogy milyenek az érzelmei, és várnod kell, amíg ő ezt magában tisztázza. Szeret ő téged? A válasz igen. Igen, ő szeret téged. Én azt mondanám, már a jelen pillanatban is megvannak az érzelmei. Kedves Lisiana, így tudtam megválaszolni a kérdésedet. És köszönöm szépen, hogy megbíztál bennem. Amennyiben érdekel valakit ez a személyes, videós jóslás, természetesen megrendelheti e-mailen keresztül. A díjam 3500 forint. Asztrológiai kiegészítéssel 8500. Köszönöm figyelmeteket a viszonthallásra! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!